Bozsogi Tamás pénzügyi szakember a világgazdasági kilátásokról beszélt az iparkamara rendezvényén. Elmondta, hogy az amerikai és az európai gazdaságban egy kisebb lassulásra kell készülni 2019-ben. A régióban Lengyelország és Románia fejlődött a legnagyobbat. Magyarországon pedig idén csúcsra érhet a növekedés, és 2019-ben egy kisebb lassulásra kell számítani. Pénzforgalom hiány, ami ebben másképp jelenik meg a statisztikákban, ez egy picit elszaladt az elmúlt egy-két évben, elsősorban az uniós beruházásoknak az előfinanszírozása miatt, ez szintén 2020-ra ki fog szépen egyenlítődni, és ezzel együtt az államadóság szintje is meredekebben tud csökkenni, mint az előző időszakban. Ez mindenképpen pozitív hír, illetve a magyar gazdaságnak így a stabilitását erősíti. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy a magyar vállalkozások csak úgy tudnak fejlődni, ha van elég forrásuk hozzá. Szükségük van a különböző pénzügyi forrás, az legyen hitel, vagy pályázat, vagy akár leasing, mert hogy fejlődőképes legyen egy vállalkozás, a saját forrásaiban mindig nem tudja megoldani, ahhoz kell külső forrás is, és úgy gondolom, hogy ez számukra egy nagyon nagy lehetőség. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint több mint kétszer annyival nőtt idén a vállalatok hitelállománya az első három negyed évben, mint tavaly. 7317 milliárd forintnyi hitelt vettek fel a magyar cégek 9 hónap alatt, a mikro, a kis és középvállalkozások hitelezése bővült a leginkább.